Kristóf délőtt azzal fejezte be az előadását, hogy egy hónappal ezelőtt vett egy autót, mégpedig egy dízelüzemű autót. Én pedig azzal kezdem, hogy egy hónapja eladtam az autómat, a dízelüzemű autómat. Azóta is kicsit fáj a szívem, nagyon szerettem a svéd kényelmet, megbízhatóságot, de ennek a svéd kényelemnek és megbízhatóságnak nem, sok köze volt ahhoz, hogy én 10-20 évvel ezelőtt az Ericssonnál kezdtem a pályafutásomat. Az Ericsson munkatársaként dolgoztam a 90-es évek végén, amikor is próbáltuk a jövőt, mint ahogy itt most is csináljuk, vizionálni. Üzleti terveket készítettünk, és az Ericssonnál úgy gondolta mindenki, hogy amit ők tudnak a mobil távközlésről, mint a világ egyik legjelentősebb mobil távközlési azt más nem is tudja. Vagy amit ők erről nem tudnak, az nem is igazán érdekes. Így aztán, amikor az megkaptuk az inputot, ezek az inputok arról szóltak, 90 es évek vége, hogy Magyarországon a mobiltelefon penetráció maximális értéke a jövőben 20% lesz. Volt egy-két optimista kollega, aki azt mondta, hogy maximum 30-40% lehet ez az érték. 10-15 évvel később, 2012. decemberében Magyarországi mobiltelefon penetráció 116,5%. Ami azt jelenti, hogy 100 főre 116 és fél aktív szimkártya jutott. Tévedtek az Ericssonnál, kint Stockholmban, és a Budapesti irodában mi is. Éppen ezért most, amikor az e-mobilitás jövőjéről beszélnék, nagyon-nagyon óvatosan fogalmaznék. Annyira óvatos lennék, hogy nem is a jövőjével foglalkoznék, inkább csak a holnapjával. Még akkor is, ha tudjuk, hogy a közlekedés Történetében már tanúi voltunk olyan változásoknak, amik nagyon hirtelen történtek, és nagyon drasztikusak voltak. Erre hoztam magammal egy példát. Ez a felvétel a 20. század fordulóján 1900-ban New Yorkban készült, az ötödik sugárúton. Azt láthatjuk itt, hogy az ötödik sugárút tele van lovaskocsival, viszont már fel lehet fedezni egy újdonságot. Egy automobilt. Sárganyi segít nekünk ebben. 13 évvel később, ugyanitt New York City 5. sugárút. 13 év. rengeteg autó között egyetlen egy lovaskocsi látható. Döbbentes, ugye? Igen, de ami egyszer előfordult a történelemben, nem biztos, hogy újra elő fog fordulni. Hát mit is mondanak erre az emobilitásnak a szkeptikusai? Jelenleg az elektromos autók megfizethetetlenül drágák. Látjuk, ebben már nincs igazuk most sem, mert a hagyományos autók átlagára nagyjából megegyezik egy elektromos autó árával, és ha figyelembe veszük azt, hogy 2016-ban 2 millió elektromos autó kelt el világszerte, míg hagyományos belső végésű társaiból 72 millió, akkor nagyon könnyen belátható, hogy ahogy növekszik az eladott darabszám, az áruk úgy fog csökkenni. Mi az kertikusok másik fontos érve? Azt mondják, hogy az elektromos autók használata nem praktikus. Hát erre mi a mi válaszunk, hogy itt megint tévednek. Egy átlagos autós naponta kb. 30 km-t az autóját. Jelenleg az elektromos autók hatótávolsága 200 km. De vannak olyan modellek, amik 400-nál is többet tudnak. Ráadásul az elektromos autóknak a fenntartási költsége is jóval alacsonyabb, mint a belső égésű társaiké és köszönhetően a megnövekedett gyűrődési zónának még biztonságosabbak is. Tehát ez a praktikusság sem állja meg a helyét. Mi a harmadik érvük a szkeptikusoknak, nincs megfelelő töltőhálózat. Na ez amiről én majd kicsit beszélni szeretnék. A térképen a magyarországi töltőhálózat látható. Kérdezzünk meg bármilyen CNG, vagy mondjuk akár hidrogén üzemű autó tulajdonosát, hogy mennyire fontos a megfelelő töltőhálózat. Mennyire fontos az, hogyha én elindulok az autómmal, akkor nyugodtan, biztonságosan, kiszámíthatóan hazaérek, vagy elérem az úti célomat. A magyarországi elektromos töltőhálózat elég kaotikusan ezért fejlődik. Az elmúlt fél évben mondjuk 40-50-nel nőtt a számuk. Most körülbelül 200 publikus töltő lehet az országban, rengeteg fehér folt van, és ahol nincs fehér folt, azért ott sem mindig működnek ezek a töltők. A múlt hétvégén a Mátrában voltam fönn, se Pásztón, se Mátra keresztesen nem tudtam használni a töltőt, még szerencsés, a szüleimhez 60-ban lebírtam gurulni a Mátrából. Úgyhogy a töltőhálózatnak bizony van még nagyon sok tennivaló itt, hogy fejleszünk ezen. Mit kell tudni egy elektromos töltőről? Az elektromos töltő az egyáltalán nem olcsó. Főleg akkor nem olcsó, ha nem csak a kezdeti beruházási költséget nézzük, hanem a teljes, mondjuk 10 éves élettartamra vetített üzemeltetési költséget. Ugyanis azt tudjuk, hogy az elektromos autók első használói körülbelül 5 töltésenként felhívják az ügyfélszolgálati központot. És mi a nemzeti közműveknél, meg szerintem minden már nagyon fontos, hogy ne hagyjuk magukra, az ügyfeleinket. Le kell kezelni ezeket a hívásokat, ezeket a problémákat. Éppen ezért nem csoda, hogy vannak ugye buta butatöltők, amelyek kommunikációra képtelenek, és vannak az okos töltőink, amelyek ezeket a problémákat nagyjából meg tudják oldani, nagyon, tehát az esetek mondjuk 99 95 ában Miért is? Mert ezeknek a hívásoknak a nagy része nem azért keletkezik, mert a töltő nem működik, vagy műszaki hibája van, egész egyszerűen edukációs hívások. Hogy dugjon be, hogy kezdeményezem a töltés, hogy adonosítsam magamat, de egy okostöltővel ezek a hívások bizony nagyon könnyen lekezelhetők. Épp ezért ez az ábra azt mutatja, hogy a buta és az okostöltőknek a költség struktúráját a teljes élettartamra vetítve. Körülbelül azt tapasztalhatjuk, hogy a buta töltő, amely kommunikációra képtelen, a kezdeti beruházási értékének a két-háromszorosa is lehet az üzemeltetési költsége. Két-háromszorosa. Míg egy okostöltőnél ez az aránypont fordított. És ha azt hinnénk, hogy az okostöltők sokkal drágábbak a butáknál, hát jó hírem van, a különbség kb. 10-20 Itt az első okostöltőnk, nem kell mobilitán okostöltője. Miket tudunk róla? miket Kiemelnék néhány olyan tulajdonságot, amit a buta nem tud. Például folyamatos monitoring alatt állnak. Ez azt jelenti, hogy a töltőhálózatom összes töltője az üzemállapotáról jeleket küld a központba. De ez nem csak egy egyirányú, központba irányuló jeladásra képesek, hanem a központból távvezérelni is tudom ezeket a töltőket. És képzeljük el azt, hogy ezek a töltők fél évente, évente szoftver frissítésre szorulnak. Hogyha okos töltőim vannak, akkor ezt a szoftver frissítést üzemeltetési központból 20-30 perc, maximum egy óra alatt egy gombnyomásra meg tudja oldani a technikus. És ha van egy ezer töltőből álló hálózatom, mondjuk az éjszakai műszakba éjféltől egy óráig megoldottam a szoftver frissítést. Ha buta töltőből álló hálózatom, akkor ez a technikus ezer alkalommal kimegy a töltőhöz, ott eltölt mindegyik töltőnél egy órát. Ezt beláthatjuk ugye, hogy az előző szlájdból honnan el ez a nagy különbség. Nagyon fontos, hogy valós idejű adatokkal lehet dolgozni az okos töltőkkel. Ennek a központban azt hiszem, hogy a adminisztrációnál örülnek a kollégáink, leginkább a pénzügyi adminisztrációnál. És másik nagyon fontos dolog a távdiagnosztika. Fönn, északon, Skandináviában történt meg az, az eset, hogy egy villanyautós szeretett volna tölteni egy publikus töltőnél. Oda ment, rácsatlakozott a töltőre, nem működött a töltő. Szerencsére volt még egy töltő ezen a töltőállomáson, szabad volt, oda ment, rácsatlakozott, ez sem működött. Kivette a kábelt elindult a következő töltőállomásra, de ekkor már a központba ment a jel, hogy bizony van egy autós, akinek a töltés kezdeményezése során egyenáramú szivárgás lépett fel, és éppen ezért a töltő védelme lekapcsolta a töltőt. Mit csinált a központ? Felhívta ezt az autóst, és azt mondta, hogy ha lehet, akkor ne próbálkozzon, mert az összes következő töltőket le fogja -e csapni, fáradjon el a következő szervizbe, és javítassa meg a kocsi töltés vezérlését. És ezeknek az okos töltőknek nem csak a publikus töltőknek, hanem bizony az otthonokban is nagyon komoly jelentőségük van. Mert az otthonokban körülbelül 90, az összes töltés kb. 90%-ban otthon vagy privát helyen történik. Most képzeljük el, hogy a hálózati terhelést jelent az, hogyha mindenki egyszerre kezdeményezi mondjuk este 6 órakor a töltést. Ehhez képest, hogyha intelligenciával látjuk el a töltőket, akkor az elosztóhálózati hálózati operátorral együttműködve képesek lehetünk arra, hogy azokban az időszakokban engedjük a töltést, amikor a hálózat nincs túlterhelve. Így elkerülhetőek szükségtelen nagyon nagy beruházások a hálózat oldalán. Sőt, ez még arra is lehetőséget ad nekünk, hogy a mélyvölgyi időszakokban, amikor a villamosenergia ára nagyon olcsó, akkor töltsen az én ügyfelem. És mit tehetnek ezért a szabályozók? Hát nagyon sokat tehetnek, leginkább azt, hogy nálunk a nemzeti közműveknél úgy gondolkodunk erről, hogy nem a törvény szigorával új szabályozókkal, új hatósággal, és valami töltés rendőrséggel kell majd fellépni, és azzal okos töltésre kényszeríteni a jövőbeni ügyfeleinket. Mi úgy gondoljuk, hogy be lehet vonni az ügyfeleket. Motiváltaká lehet tenni. Hogyan? Mondjuk egy e-mobilitás tarifával, ami akár még olcsóbb is lehet, mint a jelenlegi egyetemes szolgáltatói tarifa. De csak úgy, hogyha vállalja az ügyfél, hogy akkor fog tölteni, rácsatlakozik a autójába az otthon a töltőre, de a töltés csak akkor fog menni az autójába, amikor az a hálózati követelményeknek pont megfelelő. Délelőtt a vezérigazatunk elmondta, hogy számunkra, nemzeti közmű számára az elektromobilitás stratégiai cél. Éppen ezért, és én a holnapunkról beszélek, és lehet, hogy már szó szerinti holnapról, elkezdjük a publikus töltőtelepítést. Láttuk a korábbi dián, hogy micsoda fehér vannak még Magyarországon, de ez pont egybeesik például a Démás szolgáltatói területével, ahol egy publikus töltőtelepítésbe fogunk. De miután az első lépés megtörtént, második lépésként hálózatot tervezünk Magyarországon. Azért, hogy minél előbb biztosítsuk a magyar jövőbeni autós ügyfeleink számára, hogy hazaérjenek biztonságban, kiszámítható körülmények között. De ezeket a töltőket nem árokpartokra, és nem olyan helyre szeretnénk elhelyezni, hogy kényelmetlen, ridek környezetben töltsenek az autósaink. Szeretnénk gondoskodni itt is egy komplex ügyfélélmény biztosítva az NKM ügyfeleinek. Olyan helyekre szeretnénk ezeket a töltőket letenni, ami jól megközelíthető, mert messziről jól látható, kultúrált körülményeket biztosít mondjuk egy mosdó használatra, felfrissülésre, sőt akár haraphassanak is valamit, vagy megígyanak egy kávét, egy üdítőt a leendő ügyfeleink. Körülbelül 20-30 perc egy villámtöltés, ez alatt az idő alatt felfrissülhetnek ők is, nem csak az autó. És ha megvan ez a hálózat, aminek csak néhány elemét villantottam föl, akkor ugye okos töltőket letelepítettük, mi hiányzik még innen? A központ intelligencia. Hát mi az Enkán-nél nem csak a töltés gondoljuk okosnak, magunkat is, de annyira nem okosnak, hogy mi fejlesztjük ezt a rendszert, hogy nem szeretnénk a kereket újra feltalálni. Úgy gondoltuk, hogy szétnézünk a világban. Azokra a helyekre mentünk el, ahol az emobilitás a legfejlettebb a világon. Ez fönn éjszakon van. Így jutottunk el Norvégiában. Norvégiában piacvezető a Charge and Drive. A Charge and Drive nem más, mint a Fortumnak a e-mobilitás szolgáltatója jelenleg. 16 országban van jelen, és ami nagyon fontos, hogy a norvég piacon piacvezető. Az a norvég piacon, ahol az elektromos autók már tömegtermékké váltak. Képzeljék el, egy hónapban csak a Charge and Drive rendszere Norvégiában több mint 75 ezer fizetős ügyfelet szolgál ki. Ezért nagyon impresszív szám szerintem. Hát mi ezt szeretnénk tenni a jövőben, és kívánjuk mindenkinek, hogy csatlakozzon hozzánk, hogyha felkeltettük az érdeklődését, mert a Fortum élenjáró az emobilitásban, és ha önök is szeretnének csatlakozni az élenjárókhoz, akkor nagyon széles a paletta, az egész, érték, az egész láncban megtalálhatjuk a, azokat a szerepeket, legyen az középvállalat, nagyvállalat, kisvállalat, állami vagy, vagy privát intézmény, akiket az értékláncban valami fajta piaci megtérülés láthatnak. Mert mi ezt szeretnénk tenni, és ha úgy gondolják, hogy csatlakoznak hozzánk, akkor tegyünk együtt azért, hogy minél előbb átjárható legyen Magyarország, és Magyarországon minden villanyautós hazataláljon, biztonságban hazavezesse az autót, bárhol is legyen az otthona. Köszönöm szépen!